Na, sziasztok! Hosszú szünet után ismét egy unboxing videó. Van egy ilyen USB-s lemezjátszó, amit a bakelit lemezek digitalizálására sikerült akciósan beszerezni. Úgyhogy akkor most nézzük meg egy unboxingot róla. Na. Nézzük, mit adnak hozzá. Látszik. Látsz annak a madzagjai. Aha, egy USB kábel. És egy mini CD, és hogy fogom ezt majd a laptoppal összehozni, azt nem tudom. Bár a régibe azt hiszem még működik a DVD lejátszó is. Ez is egy USB-s kábel, de hogy ez mire való, azt nem tudom. Majd ki fog derülni. De van hozzá leírás, majd alkalmasint el is fogom olvasni. És akkor ezt nézzétek még. Aha, szóval... Az áramellátása is ilyen, mondjuk ez jó, mert akkor ez így USB-s töltőfejként is lehet használni. Tökéletes. Jó, hát akkor ezt kibontottuk. A szokásos bungalócár darab, hogy csak legyen mit kidobni. Ketté tépve. Jó becsomagolta, egyébként alzából vettem, tehát alzánál is jól becsomagolnak dolgokat. Aha, és itt van. Na, akkor ezt most... Gondolom, hogy ezt le kell innen szedni, nem tudom mi ez. És akkor majd mindjárt megmutatjuk, hogy... Vannak itt különböző kapcsolók, aha, ide lehet bekötni a... Atot, na ezzel lehet bekapcsolni, meg az erősítőit állítani. Itt van egy Speed nevű kapcsoló, aha, tehát itt meg a fordulatot lehet állítani. Megmutatom itt akkor a hátsó csatlakozókat, tehát van egy AUX-in, igen, tehát DC-5 volt, igen, oda kell az USB-t dugni, meg van egy line-out, amivel össze lehet hozni a géppel, viszont van egy PC, tehát akkor az USB kábellel összedugom a PC-vel, és hát a laptoppal, akkor egyenesen arra tud digitalizálni, hát ez a hozzávaló szoftver. Nem múlik, mert mindjárt folyteszem a laptopról és megnézem, hogy az mit tud. Ugye most bedugom a konnektorba és megnézem, hogy úgy működik-e. És akkor elvileg össze van dugva. Találtam is egy bakelit lemezt, ezt akkor mindjárt megpróbáljuk nézni, hogy milyen a bakelit lemez. Aztán kipróbáljuk, ezt ide feltesszük. Aha, így ezzel, aha, ezzel kell kibekapcsolni. Ezzel kivesszük a tűt a helyéről, aha. És akkor letesszük. És működik. És ez a beépített erősítője. Most is szól. Na, szóval ez működik. Ezzel leteszem a sebességet állítani. Kinek elvették a játékát? Kicsit szomorú, de mi érdekes? Ez egyébként azért is érdekes, mert én úgy emlékszem régebről, hogy a legtöbb lemez az vagy 45-ös, vagy 33-as fordulatú volt, tehát ennél gyorsabban én sose láttam, viszont ezt tud még, van egy harmadik fordulat is rajta, amit a 78-as. A 78-as lemezt én még soha nem láttam. És inkább a másik kapcsoló az csak egy on meg egy off. És ebbe épület erősítővel, de az a lényeg, hogy működik. És akkor majd mindjárt megnézem, hogy mi lesz akkor, hogyha rákötöm a... Ja, és ezzel lehet aztán felemelni a tűt, igen. Tehát, hogyha azt akarom, hogy a kicsit arrébb,
És ugye sikerül pont a badászdáknál, ott látszik, hogy hol van egy szám vége. Tehát aki igazi profi, csak ráteszi a tűt. Ez hatalmas. Felemeli, igen, majd magától. És hogyha legyen, akkor majd magától ráengedi. És akkor kiméletesen figyelem ezzel, hogy nem te dobálgatod a tűt. Ez nagyon jó. És elvileg, hogyha beér a végére, akkor magától le is kéne, hogy álljon, mert az is rajta, hogy autóstop. Ezt kipróbáljuk, addig felgyorsítjuk. Nem a videót kell gyorsítani, hanem az elét gyorsítjuk így. Na, nem tudom, mit fog elszólni a YouTube copyright-os része. Úgyhogy levesszük a hangot. De semmi. De most kéne, hogy beérjen a tű a végére. Aha. És meg is állt. Na, hát akkor ez a része jól működik. Ja, ugye egyébként ezeknek a hanglemezeknek két oldala van. Tehát lehet így csinálni, hogyha megfordítanám, akkor a másik oldalt is zenék annak. És nem tudom, mennyire látszik a felvételen, de vannak ezek a vastagabb körök, tehát itt látszik a barázdákon, hogy hol van vége az egyik zenének, és hol kezdődik a következő. Hát nyilván ez régebben is úgy volt, hogy a B oldalon voltak a szalabb számok, úgyhogy azt most nem hallgatjuk meg. De mindjárt áttelepítem a szoftverét a laptopra, és megnézem, hogy mit kezd vele. És akkor a lusta megoldást választom, hogy nem OBS-sel veszem fel és összevágom, hanem így megmutatom, mi van. Tehát, viszont úgy látom, hogy csak egy Audio. Van rajta egy Audacity telepítő. Meg egy PDF, van bele van írva, hogy működik itt a telepítő. De szerint akkor semmi spéci program, csak egy Audacity. Na, de mindjárt megnézzük, hogy mit mond rá, mert van egy PDF, amiben bele van írva, hogy hogy lehet így USB-ről rögzíteni, de akkor szerintem tök mindegy, hogy így kötöm össze, vagy sima hangkábellel. Jó, tehát azt mondja, telepítsen fel az Audacity-t, de az már föl van telepítve, úgyhogy azzal most még nincsen. Igen, tehát jó felt. Igen, és akkor tulajdonságok. Aha, ott kell a device kiválítani. Aha, és akkor ez magától felismeri. Na. Aha, szóval annyi. Na, akkor mindjárt idehozom, és akkor rádugom az USB-re, és megnézzük, mit csinál. Na, szóval annyit csináltam, hogy rádugtam. Fel van csatlakoztatva az internetre, hogyha valami driver hasfájása van, akkor azt le tudja tölteni, na hát... De hát... Eddig nem volt semmi. Na, jó, akkor ezt most eltüntetjük innen. És elindítjuk az Audacity-t, hogy megnézzük, mit csinál. Ah, és itt van. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy beállítások. És elvileg megjelent. De most akkor most melyik ezek közül? Itt kéne beállítani, hogy akkor videó vegyen föl. Aha, itt van. PMP Audio Device, de... Aha, ja, itt van. És akkor elvileg erről vesz föl. Na de akkor ezt most magától fogja csinálni, ha elindítom, vagy nem? Aha, hát venni veszi. Na. Szerintem így ki lehet cselezni a copyrightot. De majd ki fog derülni. Na. Na, ha ebből azért is rányomja a copyrightot, akkor kezet csókolok a YouTube-nak.
És hogy egy, de még az érdekes, hogyha leveszem itt a hangerőt minimálra, valami kis szilipelés akkor is van. Viszont azért a bemenet vagy a rögzítési hangerőt nem befolyásolja, hogy én ezt videtekelem. Tehát ilyen szempontból jól működik. De nem, most ezt részé scratcheléssel nem csesszük el az egyetlen tűt, amit adtak hozzá. Mert majd, hogyha lesz digitalizálni való hanglemez, akkor viszont úgy látszik, hogy működik. És ez így nagyon jó, USB-ről. Minden lényeg az, hogy működik. Úgyhogy akkor ez a lemezjátszó bemutatás, meg hanglemez digitalizálás tutorial, akkor ennyi lett volna. Úgyhogy akkor ez egy unboxing videó volt, amit már tényleg csináltam. Úgyhogy sziasztok!